problém. Elindult a számláló? A törpealcsának van három komoly tüskéje. Itt, itt és itt. Mielőtt nagyon nekiállunk fogdosni a törpealcsát, ezt a három tüskét érdemes leszedni, mert nagyon fágyalmasan tud szúrni. Nem mérgező, de kurvára fáj. Átteszem a kést a kopótyúján, így elvágom, belenyúlok a metszióllóval, benyesem a fejét, kiszúrom a seggén, a hasán keresztül végigmetszem, mint a hasfelmetsődzsek, már nem tudom, hogy így csinálta-e. Itt van az epéje, erre vigyázzunk, hogy a pucolás közben ezt ne durrancsuk ki. Ha véletlen kidurrantottuk, nem probléma, de akkor nagyon alaposan át kell öblíteni a halat, és az öblítő vizet meg ki kell cserélni. Nem könnyen durran ki egyébként az epehólyag. Az előző videóban látható volt a külső pucolás. Átöblítjük, kinyomjuk a bélhártyát. Ha valaki nagyon finnyás, így még átkapargathatja, de igazából nem jön le róla semmi olyan, ami nem maradhatna rajta. Ha sokáig kapargatjuk, egyre világosabb lesz, de érzésem szerint nincs jelentősége. Már volt, hogy egész világosra kaparáztam, semmi különbség nem volt. Megállíthatjuk a videót.